35 fokos rekkenő hőségben szedték a szőlőt a dolgozók tavaly augusztusban Alsónánán. A borászok kénytelenek voltak előrébb hozni a szüretet a nagy meleg miatt. Azt mondták, ilyen korán még nem szüreteltek írsai olivért. 10-14 nappal előrébb jött a szüret, úgyhogy most ma már mi is szedjük az írsai olivért, és hát eddig még nem volt, hogy augusztus 20-a előtt szüreteltünk volna. Ugye mindig 20-a körül szoktuk kezdeni, de most még 10-e sincsen is. Tavaly többször volt hőségriadó a nyáron, aztán a hirtelen lezúduló eső okozott fejtörést a szőlősgazdáknak. Ám nem csak 2018-ban volt kiszámíthatatlan az időjárás, az elmúlt évtizedben többször lehetett ezt tapasztalni. A tudósok szerint mindez a klímaváltozásnak köszönhető, és a jövőben épp úgy megnő a súlyos aszály, mint az árvizek kockázata, továbbá gyakoribb és súlyosabb viharok alakulhatnak ki. A szekszárdi borvidéken még forróbb nyarakkal és még enyhébb telekkel lehet majd számolni az elkövetkező évtizedekben. A témát kutató Búzási Attila, a Budapesti Műszaki Egyetem adjunktusa úgy véli, a szélsőséges időjárás miatt másfajta borok készülnek majd a jövőben. A klímaváltás nem egyenlő a globális felmelegedéssel, hanem inkább az extrém jelenségnek a megsokasodásával, és hát mint minden mezőgazdasági ágazat, azonban is a borászat az különösen érzékeny erre. Szekszárdon jellemzően magasabb hőmérsékletekkel, nagyobb aszályveszéllyel fognak találkozni a gazdálkodók a következő 2-3-4 évtizedben, úgyhogy kritikus fontosságú lesz az, hogy itt helyben milyen termékeket fognak előállítani, milyen termékeket próbálnak például Magyarországon vagy külföldön érvényesülni. Azok a fajt és azok a jellegű borok, amiket most termelnek, lehetséges, hogy 20-30 év múlva nem fogják tudni ezeket előállítani, egész egyszerűen azért, mert például hiába tolják el a szüretnek az időpontját, nem lesznek olyan minőségek és olyan fajta jellegzetesek ezek a borok, mint ahogy ma megszoktuk, és innentől kezdve ugye nagyon nehéz például ugyanazzal a szekszárdi palackkal eladni azokat a termékeket, amik már nem olyan ízűek, nem olyan zamatúak lesznek, úgyhogy kulcsfontosság, hogy ezek a borászok esetleg tudjanak alkalmazkodni ez a klímaváltozáshoz. A szekszárdi borvidéken, Tolnamegyében nem fog abszolút értékben csökkenni a lehulló csapadék mennyiség, azonban az intenzitás mindenféleképpen megnő. Ennek kezdve például a borászoknak gondolni kell arra, hogy milyen fajtákat van a telepíteni, a rothadásra éppen érzékeny vagy nem érzékeny fajtákat, hogy akár nyáron egy hirtelen lezúduló csapadék mennyiség után könnyebben berothatnak ezek a szőlők. Ez ami még fontos, hogy hogyan választják meg a szüretnek az időpontját. Lehet, hogy egy 40 fokos nagy melegben nem fognak találni megfelelő embereket arra, hogy ezt a szüretet végrehajtsák. Onnantól közepén, hogy a borul a bornak a minősége is, akár a mennyisége is, hogy akár ilyen alkalmazkodási lehetőség lehet gondolni. A megváltozott körülményekhez való alkalmazkodást emelte ki Heyman Zoltán borász is. Meg kell tanulni ebben élni valamilyen módon, mindenre válaszolni kell. Tehát ha nincs annyi csapadék, akkor termés visszafogásával is lehet válaszolni. Figyelni kell a meccésekre, a zöldmunkákra, figyelni kell a talajtakaró állapotára. Tehát nekünk a dolgunk az, hogy érzékeljük a problémát, és erre a lehető leggyorsabb, és ha lehet minél jobb válaszokat adjunk. Az előrejelzések szerint a tavalyhoz hasonlóan 2019-ben is előbb kell majd leszedni a szőlőt a hőség miatt. Az, hogy pontosan mennyivel tolódik előre a szüret időpontja, egyelőre nem tudni. Annyit lehet látni az első 3 hónap időjárása alapján, hogy már most 100 mm csapadék hiányzik Tolna megyében. A tudósok egyébként úgy látják, 3-4 Celsius fokos hőmérséklet emelkedés várható a 21. században, ami nagy hőhullámmal és aszállyal jár majd együtt.